Néhány centiméter havazás és viharos erőű szél okozott Debrecen környékén káoszt az utakon. A 33-as főúton a jeges havas aszfalton a nagy szél miatt ütközött össze két autó és egy kamion. Néhány száz méterrel arrébb szintén két autó csúszott egymásba. Mindkét helyszínen a mentők könnyű sérülteket láttak el. Út menti sövényeknél, erdősávoknál kell nagyon vigyázni, mert nagy a szél is, akkor esik az eső, lefagy, szinte méterenként változhatnak az útviszonyok, mindig állandóan készenlétbe kell lenni. Az időkép webkameráján jól látszik, fél óra alatt hatalmas hólepel borította be Eger városát. Egyik pillanatról a másikra megbénult a közlekedés, a helyi járatokat le kellett állítani. Az Egerben hallottam, Facebook oldalára töltötték fel ezt a videót, amelyen jól látszanak a hóban mozdulni nem képes buszok. Bekölce határában a rendőrség zárta le az utat, amíg takarították, hatalmas dugó alakult ki a 25-ös úton. És akkor a stúdióban a katasztrófa védelem szóvivője, Mikics Dániel, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Pont azt mondta, ugye itt a bejátszó alatt, hogy hát nem unatkozott tegnap. Nem csak ön, hanem a kollégája, aztán végképp nem. Van már statisztikájuk arra? Bocsánat, hogy ezzel kezdeném, de hogy hány helyre vonultak ki? Pontos statisztikánk van, jó reggelt, köszöntöm a kedves nézőket. Csütörtökön 0 órától 24 óráig bezárólag 401 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Megmutatta magát a tél, és mindez erős széllel is járt, emiatt nem unatkoztak a tűzoltók. Igen, alapvetően ugye a legnagyobb problémát mi okozta, mert ugye túl sok hó nem esett, tehát esett hó, de ez nem, talán én úgy láttam, hogy nem ez volt a nagyobb probléma, hanem a korábbi napokban az eső, ugye ez ráfagyott nagyon sok területen a növényzetre, meg a fákra, aztán szép lassan kidőltek, vagy leszakadtak az ágak. Inkább az erős szél az, ami kidöntötte a fákat. Helyenként annyira megerősödött a szél, hogy faágakat tört le, egész fákat döntött ki. Ezek a fák aztán utakra, kerítésekre, házakra, garázsokra, és sok helyen elektromos vezetékekre dőltek. Elszakították az elektromos vezetékeket, emiatt nagyon sok helyen áramkimaradások voltak. 3-4 megyében, több településen, néhány ezer fogyasztónál szünetelt vagy akadozott tegnapi napon az áramszolgáltatás. Ezt javarészt a szolgáltatónak sikerült helyreállítania. Most reggel 800 helyen szünetel még mindig az áramszolgáltatás. 800 helyen? 800 fogyasztónál. 800 fogyasztónál szünetel. Itt a tűzoltók, ahogy megtisztítják az elektromos vezetékeknek a környezetét, a letört faágaktól, kidőlt fáktól, úgy fér hozzá a szolgáltató, és tudja helyreállítani az áramellátást. Legyen olyan kedves, mondj el, hogy ilyenkor mi a protokoll önöknél? Kapnak egy bejelentést, helyszínre érkezik egy tűzoltó, most ne arra ugyan, hogy próbálom leegyszerűsíteni a dolgot, de hogy rájönnek arra, hogy otthon hagytuk, most nem otthon hagytuk, de a fűrészt, nem tudom, amivel le lehetne vágni a faágakat, vagy ilyenkor úgy képzeljünk el egy tűzoltó autót, ami persze ilyenkor a helyszínre vonul, hogy aztán mindennek fel van szerelve. A tűzoltó autó az olyan, mint egy nagy svájci bicska. Minden rajta van. Tehát ami nincsen rajta, olyan nem létezik. A tűzoltók a málházott eszközökkel minden veszélyt el tudnak hárítani, szinte mindent meg tudnak oldani. Nagyon kevés olyan helyzet van, hogy még más speciális járművet utána kell küldenünk. Tehát amikor egy helyszínre mennek, akkor teljesen mindegy, hogy ott nem tudom, egy csőtörés van, vagy fát kell kivágni. Útból kell kimenteni valakit, magasból menteni, mélyből menteni, minden olyan eszközünk és minden olyan tudás megvan a tűzoltóknál, hogy be tudjanak avatkozni. Mi volt a tegnapi nap egyébként a legnagyobb kihívás, nem tudom, hogy kollégái számára? Kaptak-e ilyen típusú visszajelzést? A sok beavatkozás, nagyon sokrétű beavatkozások voltak. Egyrészt a fák miatt kellett több mint 260 helyszínen beavatkozni, 60 esetben épületkárokhoz riasztottak bennünket. Az erős szél tetőket megbontott. Magánlakásoknál, középületek, mintegy 60 épületben keletkezett kár. Cserepeket bontotta meg, sodorta le tetőt kicsit, napelemeket megbontotta, ilyenekhez riasztották a tűzoltókat. 60 közlekedési balesethez is riasztottak bennünket. Úton keresztbe fordultak járművek, elakadtak, árokba csúsztak, teherautók, személyautók egyaránt. Nagyon sok ilyenhez riasztottak bennünket, és a meteorológiai előrejelzések szerint
a szél és a csapadék az folyamatosan csökken, elmaradozik, viszont a hideg az továbbra is marad. Éppen ezért én arra kérném a kedves autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak, előtte két weboldalt mindenképpen nézzenek meg. Az egyik a met.hu, itt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai riasztásokról. Hogyha például narancssárga riasztás van érvényben azon a területen, ahol élnek, akkor lehet, hogy érdemes inkább otthon maradni, hogyha erre lehetőség van. Ha nem tudunk otthon maradni, mindenképpen el kell indulnunk, akkor mondjunk le a saját autónk kényelméről, és válasszuk a tömegközlekedést. Ha ez sem megoldható, és mindenképpen autóba kényszerülünk, akkor csak a téli útviszonyokra felkészített járművel induljunk útnak. Tehát nyári gumival eszünkbe se jusson elindulni. Mindenképpen térre felkészített járművel induljunk el, legyen rendesen megtankolva az autó, készüljünk arra, hogy lehet, hogy várakoznunk kell. Dobjunk be egy szendvicset, egy csomag kekszet, egy ásványvizet, és egy plédet. Plédet, plusz kabátot az autóba, ez nagyon hasznos lehet ilyenkor, és a legfontosabb, egy feltöltött mobiltelefon legyen nálunk, hogyha mi bajba jutunk, vagy más bajba jutott autóst, gyalogost látunk, akkor azonnal segítséget tudjunk hívni a 112-es segélyhívószámon. De jó, hogy egyébként ezeket elmondtam, mert persze laikusként az ember azt gondolná, hogy miért ne lenne az autóban pléd, hát de ugye miért lenne feltétlenül, persze érdemes beletenni, így van az itallal, meg az étellel együtt. Még azt hadd kérdezzem öntől meg, hogy pont a kollégáimmal beszélgettünk annak apropán, hogy na, hozzánk érkezik majd ma reggel, akkor kérdezzük, van önöknek ugye egy applikációja, amin keresztül, nem tudom, lehet figyelni az utat, vagy bejelentéseket tenni a közlekedésre kapcsolatosan? Ez a VÉSZ alkalmazásunk, veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás. Ez nagyon okos kis alkalmazás. Ha azt letöltjük a telefonunkra, be tudjuk állítani, hogy milyen típusú információkra vagyunk kíváncsiak, és milyen körzetben vagyunk ezekre az információkra kíváncsiak. Csak a tartózkodásunk helyünk szerint, vagy az egész országban meteorológiai riasztás, útviszonyok, tűzoltói beavatkozások, közműellátásnak a zavara, ezt földrengés. Minden telefontípusra, androidosra, iOS-re, minden telefontípusra ingyenesen. Így találjuk VÉSZ. Veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás, ez a katasztrófavédelemnek a saját telefonos alkalmazása. Minden olyan információ elérhető rajta, ami hasznos lehet egy katasztrófa helyzetben, vagy éppen azért, hogy ezt elkerüljük. Ez is nagyon fontos dolog, amit most mond, és tudja, pont így beszélgetésünk közben ugrott az be, jó, persze most oké, február 12-e van, tehát ez még erőteljes tud lenni ez a február, de ne feledkezzünk meg, szerintem kapásból rávágja a dátumot, mikor volt, 13-ban vagy 14-ben? 13. március 15-ére gondol. Azt gondoltam, igen. Igen. Amikor... Nem most volt, de hát bármikor előfordulhat egy ilyen szélsőséges időjárás, még márciusban is. Annak a tanulsága például, hogy a leállósávot azt nem szabad elfoglalni, hiszen az a készenléti járműveknek van fenntartva. Tehát, hogyha bedugulna az autópálya ilyen esetben, akkor se használjuk föl a leállósávot, hiszen a tűzoltóautó, a mentőautó, a rendőrautó nem tud oda menni segíteni ebben az esetben, úgyhogy erre nagyon figyeljünk. Még egy apró technikai kérdés. Hétközben lezárták ugye a normafát, meg ott a Pilisi parkerdőnek egy bizonyos szakaszát, ez hétvégére is még érvényes lesz ez a lezárás? Ez attól függ, hogy a fákra rakódott jégréteg az olvad, nem olvad. Most a meteorológiai helyzet ez nem nagyon teszi lehetővé a nagy olvadást, még mínuszfokokra kell bőven számítani. Éppen ezért még egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Ebben a hideg időben többet kell fűteni, több melegvizet használunk. Ahol úgy melegítjük a vizet, hogy nyílt égésterű a fűtőeszközünk, a vízmelegítőnk, ott szénmonoxid keletkezhet. Tehát ebben a nagyon hidegben is gondoskodni kell a levegő utánpótlásról, szellőztetni kell, különben szénmonoxid fog keletkezni. Nagyon hasznos információkat mondott, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.